Az az érdekes, akár hol voltak, csodát csináltak. Akár hol. Az az érdekes. És akkor, mikor összesorolom, akkor az már nem neked véletlen. Nézzetek, Amis 9-es. Hát most itt vagyunk Szabadkán, úgyhogy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Hamis 9-es nézőt. A helyszín Szabadka, a Boskáfé, és hát nagyon szépen köszönjük és üdvözlünk Tomislav Szilicset a köreinkben. És velek vele fogunk beszélgetni az elkövetkező időszakban, leginkább a magyar, illetve a szerb labdarúgásról, de az ő játékos karrieréről. És hát ha ugyebár volt ő kedves és megengedte, hogy tegeződjünk, amit azután is köszönjük, és tényleg gyönyörű a hely és nagyon impozáns. És igyekszünk majd Szabadkát is bemutatni a videó későbbi részében, de akkor hát elsősorban a vendégünkről beszélgessünk. Kezdve egy picit a játékos karrieréről, ami mindig egy picit kevesebb szó esik Szivics úrnak, és hát azért minden igaz, akkor ha jól emlékszek, az Veszdában is játszott, tehát ott nevelkedtél. Azt lehet tudni, milyen poszton játszottál, és hogy meddig tartott, mik voltak a labdarúgó korszakodnak a legnagyobb sikerei? Hát elsősorban köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy velem csináltak egy riport, ezt nagyon szépen megköszönöm. Hát az én játékos karrierem volt érdekes, mint az edző karriera, hasonló. Mint a kisgyerek volt egy országi bajnokság, a U17, és ott voltam a legjobb játékos, kineveztek engem, nem én mondom. És így mentem az Zvezdába, a Spanyolországba a világbajnokságon. Mert akkor még nem volt U17 válogatott. Uh-huh. Akkor az volt a régi Jugoszlávia, és minden négy év volt a világbajnokság. Egyszer ment a Zvezda, egyszer Partizan, egyszer Hajduk, és egyszer Dinamo. Arra sor jutott, hogy Zvezda ment, és amivel én voltam kinevezett legjobb játékos, akkor neki volt szabály, hogy két vendég legyen a csapatban. És így mentem a Spanyolországba, ahol 9. lettünk a világon. És ott tényleg nagyon-nagyon jól játszottam. És utána az Zvezda megvette engemet Szabadkában. Szabadkától. És akkor 3 év töltöttem Zvezdába, ahol Ifiben voltam, és fiatal csapatban is játszottam a Zvezdába. És elmentem katonában voltam. És akkor egy év foci nélkül, akkor az volt a rendszer. Egy év katona, nincs semmi. Hát akkor utána, amikor visszajöttem, akkor a Dragan Dzsajics, aki Zvezda legenda és elnök, akkor mondta, hogy kell nekem menni valahol játszani, mások, hogy viszont kerüljek a formába, persze, hogy annyira jó nem voltam, hogy egyből Zvezdába játszom. És akkor volt egy ajánlat, Dubrovnikba kellett menni nekem, az NB2, és akkor a szabadkai csapat, a Spartak, feljutott NB1-be. És akkor én akartam ide visszajönni hazai városba, megmutatni szülő előtt, barát előtt, rokonság előtt, hogy én most már jó focista vagyok, szeretném a szülővárosban játszani. Erre a Dragan Dzsajics mondta, ne menjél oda, mert ott nem fogsz játszani. Az a csapat feljutott, erősíti, a fiatal játékosra nincs szó. De én akarom, én akkor, ha akarsz, akkor menjünk. Jöttem, persze, igazolom neki, de kihorcoltam a saját lehetőségemet, mert jó játékos voltam, és a Dinamo Zagreb ellen debütáltam ott, és abban a pillanatban ők voltak az elsők a tabelában. 30 000 néző. Mi voltunk az utolsó. És mi az érdekes, fél időben kaptam a lehetőség, az Orán Kutic játszott akkor itt, és ő volt a legjobb azon a meccsen, 1-1 volt a meccs, és én ugyanolyan osztályzat kaptam, mint az Orán. Mert Zorán tényleg legjobb játékos volt itt örökig, ez az utolsó 30-40 éves, ő volt a legjobb szabadkai játékos, tényleg. Zorán volt valami különös. De kiharcoltam a lehetőségemet, és akkor ott debütáltam, kaptam még egy pár meccs, de nem volt az az igazi. És utána én sose nem akartam
kispadon lett. Olyan voltam. De nem veszekedtem, csak mondtam, én megyek. És oda mentem, ahol játszani fogok. Kispad égéret nem érdekel, sosem. Nem érdekel. Akkor elmentem MB2-be a Topolyán, amikor Topolya a régi Jugoszláviában volt a MB2 csapat, és nagyon, nagyon jó csapat volt. És a régi Jugoszláviában játszani MB2-be, az az MB2 sokkal, de sokkal erősebb volt, mint mai MB is. Régi Jugoszlávia, Bosznia, Szlovénia, Horvátország, az nagyon-nagyon kemény volt. Szóval nem volt olyan könnyű kapni a leketesek MB2-ben sem. És akkor így ment a karrierem, akkor jött a sérülés, most is van, fél combom nincs. Játszottuk egy kuwaiti ellen csapat, egy edzőmeccs, és akkor kaptam egy, szétverte a combomat, 6 hónap semmi. És utána nehéz volt visszakerülni, és akkor elmentem Franciaországba, 2 évig játszottam. Az már nem volt az, de ott MB3-ban játszottam. MB3-ban, ami ugyanúgy nagyon erős. Emberek egy kicsit tévednek, francia MB3 az nagyon-nagyon erős. És ott játszottam 2 év. És jött egy ajánlat, hogy elmegyek Lyonba, próbajátok, megyek én. A feleségemet sírtak, hogy ne menjek, mert ott azon a helyen, ahol voltam, nagyon szerettek engemet, mert jól játszottam, nagyon tisztán. És itt minden szép lakás, a gyerek ott neveli, ő jó érezte, ne menjünk. Mondom, én nem jöttem ide sétálni a hegyekbe, hanem akarok karriert csinálni. Elmentem az ellenfőhöz, és mondtam neki, hogy ha van egy próba lehetőség, ő megsértődött, mondja, oké, fölemelem a fizetésed meg minden, csak ne menjek. Mondom, én akarok menni. Mondja ő nekem, oké, ha elmész, akkor ne gyere vissza. Mindig az a kemény döntések. De én hittem saját magából, és mondtam, megyek. Elmentem, és nem sikerült a próba. Utcán, Iszlán. Nem akartam, pedig tényleg egy pici isten voltam abban a csapatban. Mondtam, kész. Ha elmész, nincs vissza. Vissza a Jugoszlávia. Kezdődött a háború Szlovéniában. És akkor a feleségem tiszta idegbeteg volt, mondtam, jól mondtál, de ez én vagyok, kihívás. És visszajöttünk, és akkor egy kicsit lefele út volt. Akkor itt, hol, mit itt csinálok, sérülés után már nem voltam olyan, amilyen voltam sérülés ellen. És akkor kezdtem edzősködni, azért érdekes, azért beszéltem ezt, hogy... És akkor edzőjátékos volt. És Izlandra először elmentem, egy barátom ott volt, és egy csapatnak kellett menteni őket, utolsó voltak. Ő játszott második csapatban, de az elnök volt a barát, az övé elnök. És van valami játékos, aki tud segíteni nekünk, mondja, ő van. És úgy kerültem oda, és ott a 9 meccs volt még hátra, 8-at nyertünk, 8-at, és én 5-6 voltam. A embermeccsek, hogy mondjam, a legjobb a pályán. És akkor kértek tőlem, hogy, mert én mondtam, hogy már edző is vagyok, hogy ha akarok, csináljak egy fociiskolát, nyári fociiskolát. És én szeretem ezt nagyon csinálni, és megcsináltam, és valaki, egy ember ott nézte, sétálta. Bocsáss meg! A sérülésed közben játszott abban a tekintet, hogy edzősködni kezdtél? Tehát már gondolkodtál a... Gondolkodtam. De én már 22-23 éves akár hol voltam, én az öltözőben vezér voltam. És akkor láttam, hogy nekem ez van hozzá valami mondani, mert úgy éreztem, hogy tudom segíteni.
Már akkor egy picit már edzősködtem én a saját fejemben. Például kevesen tudják, hogy milyen poszton játszottál? Tehát egy klasszikus irányító voltál? Én klasszikus, tízes. Klasszikus, tízes, mindig. Akkor némiképp ezért is van az, hogy a csapatai nagy része azért szeret kapura lőni, és azért, sőt, van egy ilyen legenda, de javíts ki a tévedek, hogy ez a taktikai utasításod a csapatok nagy részében, hogy minden támadás lövéssel kell befejezni, ez igaz? Igaz, 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 és ha belemegyünk azért, mert ez most már lehetőség olyan van, hogy bármelyik internetre bemegyünk, összes csapat, ahol voltam, legtöbb gólrúg. Igen. Az lehet elemezni. És mindig, én csak egy gól többet közlúgok. Nekem a saját foci filozófia olyan. De visszatérve csináltam ezt a foci iskolát, és ott egy ember minden nap jött és nézte. És utolsó nap jött, és kértek, hogy tudunk egy 5 perc beszélni. Szeretne vele megismerni, mondom, tessék. Mondja, én Ferenc-szigeten vagyok, és nekünk kell egy edző. Mondom, bocsánat, de hol van az? De tényleg. Bocsánat, ilyenkor hogy tudják, szerinted hogy tudják meg, hogy te itt vagy, meg hogy pont Perő erről, vagy hogy megy híre ennek szerinted? Valami gyerek, valami rokon volt neki, és azért ő jött teljes véletlenül, mint nagyjából minden az életben. És kérdezte ő tőlem, hogy érdekel én egy. Úgy mondtam, elsősorban nem tudom, hogy hol van. Második kérdés, hogy van-e külföldi ott. És a harmadik, hogy gondolja ezt. És akkor nekem ez tűnt olyan érdekes. És akkor jött az a... Feleséged mennyire örült ennek? De várjál. Akkor jött ez a menedzser az övé részéről, hogy ő fog intézni az egészet. És akkor indul ez a hazugság, hogy ott van a jégpálya, hogy a feleségem lesz a szövetség kapitánya műkorcsolyába. Bocsánat, a feleséged műkorcsolyázó? Igen, ő is volt nagy sztár. Ő olimpián volt a 84-ben Szarajevóban. Ő tényleg az volt. És akkor örült ennek. Én is, hogy tudok javítani, hogy miért elmentünk Franciaországba. Na most tessék, most javítom. De így megjegyeztünk, hogy ő ott lesz, én itt. Két fizetés, az nem volt semmi nagy, az nagyon apró volt, de újra kihívás. És én úgy gondoltam, hogy ha ott valamit megcsinálom, akkor kinyitom az ajtót, tudom valamit többet utána, és ez volt az elképzelésem. És az, hogy kapom a munkát, mint edző. De itt volt edzőjátékos. Az legnehezebb, amit csináltam az életben, mert első fél órát, amit a pályán vagyok, rendezem a csapatot, és utána nekem is kell játszani. ez tényleg nagyon nehéz volt. Akkor én rúgtam a 11-eset szabadrugásban, nem azért, mert edző voltam, mert tényleg legjobb csináltam azt. És így érdekes volt, és akkor úgy kerültem oda, Ferenc-szigeten, de se jégpálya sem volt, se csapat volt olyan, amit menedzser mondtam. Minden hazugság volt, csak hogy én edző játékos leszek, az igaz volt. És akkor, mikor már oda, de ezt is egy picit csak muszáj megmesélni, mert ez is nagyon külön. 17. február volt, 96-ban. Sose nem fogok elfelejteni. Miért is? Mert ez a menedzser mondta, hogy fővárosban leszek, és minden ott szép. Aztán én megnéztem, hogy hol van, az három csöpp az óceánban, 45 ezer lakó az egész ország, 18 sziget. Nagyon érdekes. 365 napból, ami van az egy évben, 333 esik az eső, meg köd, meg fúj a szél. Andriahez képest Toszkán. Nagyon kemény, minden az én életemben, csak sorolom, és akkor az a 17. február, 96-ban jöttünk, repültünk a fővárosba, a Torsávenba, és ott várt egy ember,
és mondta, oké, most megyünk ebédelni, megyünk valami kávézóba, és akkor hétkor van a hajó. Mondom, miért hajó? Hova? Én érkeztem. Ha maga nem tudja, mondom, nem. A legmesszebb szigetre kellett menni, ahol a nagy hajó a 3 óra. Akkor már nem voltam jó. Már ideges voltam. És akkor volt csak a fiam, meg a feleségem. A kislány még nem volt akkor. 3 óra. Mondom, nincs vissza. És viszem a 12 kiló korcsolyát. Plusz az egész cucc, akkor még az. Vártunk. Azon a napon nem ment a nagy hajó. Elment Skóciába. Ment a 3-szor kisebb. És akkor olyan vihar volt, hogy így ment a hajó. Minden, amit egész hónapban ettem, minden kiment. Minden. És nem volt 3 óra, hanem volt 5 óra. És a fél úton jött a helikopter, hogy mentse bennünket, mert olyan vihar volt, hogy azt mondták, hogy mert indulunk. Így indult nekem a Ferenc-szigeti túra. És valahogy megérkeztünk oda, vitte a helikopter. Mondom, én onnan most nem megyek sehol. Én maradok ki. Örökig. És akkor így kezdtem. Hát érdekes volt a kezdés nagyon. És az a csapat egyszer bemegy, ebbe egyszer kimegy. Így volt a állóban. És a pálya így volt, és kicsit nem volt egyenes. Mondom, drága jó Istenem, hát ez most mi lesz? Így indult a ferrari túra, és akkor ott első fél évben csodát megcsináltam, csodát egyből. Második lettünk, elődöntőbe kupával kerültünk meg így, és akkor itt már mindenki keresték. Bocsánat, mi volt a titkod? Mit lehet ilyenkor csinálni? Bocsánat, ők abszolút amatőrök voltak, gondolom. Abszolút. Tehát abszolút ilyen munka mellett hobbi szinten foglalkozik. Ilyenkor mit tudsz velük kezdeni? Abszolút. Ez egy olyan dolog volt, hogy most, mikor visszanézek, akkor hogy tudtam ezt megcsinálni? Esküszöm. Először én ambiciós voltam, én gondoltam, hogy most én fogok változni a világot. 6 edzés egy héten. Jött az elnök, mondja, figyelj ide, ez nem lesz jó. Ez a hornok. Elég lesz 3 is. Mondom én neki, te ne izguljál, csak majd én megcsinálom. És tényleg. Úgy, hogy ők örültek az önök edzésre. Egy pici játék, apra hangolat, tatata. Ebben csináltunk, hogy nagy csodát csináltunk. És 5-ször edzettem, és 6. volt a meccs. Második lettem. De mondom, játékos edző voltam, és ott a műfűpálya. Mindenhol, mert más nem lehet. Az technikásnak az előny. És persze ők amatőrök voltak, és jó indultunk, és fél szezonban mindenki kereségében. Egész ország megvalódott. Minden országban van 4 csapat, ahol olyan kiemelt. Ez nem mondtam, ha? És akkor abban a 4 csapatban mindenki keresték. És mit csináltam én? Újra feleségem harc volt. Elmentem egy csapatba, aki 35 év nem nyerte a bajnokságot. Itt is a kihívás miatt? Vagy már csak. Úgymond, akiknél most legutóbb voltál, és elértétek a második helyet, a kupát nyertetek, ott igazából már több nem volt benne a csapatban, ezért gondoltad, hogy változ, vagy valami más oka volt? Ne, más oka volt, mert én tudtam, hogy ezek nem bírnak hosszú távra, és én is szeretem lenni igazából a fővárosban, mert az szép. Ez a pici sziget 1200 lakos. És akkor választottam, volt a pillanatban volt egy csapat, aki 5-ször zsinórban volt bajnok. Ők kértek égemet, akkor egyik nagyobb klub, mint ez. Ez például mind a Fradi meg Újpest, csak abban a pillanatban ez volt az Újpest. És én oda mentem. És legkevesebb pénz, amit ajánlottam.
De én tudtam, ha ott megcsinálom, akkor fordulom az egészet. Jöttem vissza, mondom a feleségnek, oda megyünk. De nem mondom. De. Mondom, oda. És az elnök, mikor tárgyaltam vele, mondja nekem, figyelj ide, második voltunk 100-szor. A második 8 fizetés, a első 12. Itt a kész. Vállalja. Erre, 18, amivel 10 csapatban a ligában, 18 meccs. Két forduló. 18 meccsből avval a csapatban 16-on gyertek. Egyből bajnok, és volt 12 fizetés, és pluszban kaptam a Opel Tigrát, az ajándékból, és mentem a Liverpoolba. Én akartam Manchesterbe, akkor Ferguson volt, de kellett várni 3 hónap. Mondom, oké, megyek én Liverpoolba. Ezt is kaptam ajándékba. Szóval úri emberek voltak. És ott maradtam 6 év. És még egy, az volt a második csere, és még egyszer elmentem a leggazdag csapatban, az utolsó két évben. Ott is megnyertem a bajnokságot, ebben a csapattal, aki 35 év nem volt bajnok. Szóval, megyünk a csodára. Volt előtte, volt utána. Utána már nyertek, de 35 év ezelőtt, de én voltam az, aki megcsinált. Tény és való. Nem most funcsózok, de ez így volt. És akkor 6 év volt, és mi az élet? Bocsánat, az nem merült, hogy szövetségi kapitány legyél ott? De. Alan Simonsen volt akkor, uh-huh. És én hülye, amilyen voltam mindig, neki mentem. Mondtam, ez kamuzik, ez nem csinál semmit. Mert akartam lenni, csak nem választottam jó útot. És akkor nem adták, de ezt nem sajnáltam. És mi az élet? A Jugoszlávia 3-szor volt abban a csoportban, ahol volt a Ferenc-sziget. És akkor jött a szövetségi elnök, és itt meg én vártam őket, és itt megismertem, és megszerettek égemet. A legenda Vigyelics, az a csúcsnál, aki meghalt, de az volt az igazi legenda, volt az elnök a szövetségben. És ott mondta, ezt a gyereket én hozom, és adom neki egy korosztályt. És akkor mondták neki, mit fogsz mondani egy Ferenc-szigetről, senki nem tudja róla, ki ő, mit fognak mondani a volt Zvezda meg a Partizan játékos, mondja, ez lesz a szövetségkapitány. Erre újra a feleségem. Mondom, hogy neki, megyünk vissza, kapom a munkát ott, ez a karrierára nagyon fontos. Mondja, te nem vagy normális, de közben a született a kislányom ott fel a szigeten, a fiam ment az iskolába, és ott a fővárosban megtaláltuk az életet, szép élet volt. Már nem foglalkoztunk, hogy esik az eső, vagy az már nem volt téma. És így jó el voltunk, de tényleg. És én újra szakítom az egészet, és újra kihívás. És megyünk. Visszajöttük, és kaptam a U17. Jugoszlávia. Akkor már volt Jugoszlávia, utána volt a Szerbia, Montenegro és Szerbia. És én kaptam a U17. Hát az egy csoda. Bocsánat, csak így idővonalban betájolva, tehát ez körülbelül az az időszak, amikor ugye Magyarország 7-1-es vereséget szenvedett a nagy Jugoszláviától. Tehát azért ez mégiscsak egy eléggé komoly időszaka volt a labdarúgásnak. Pont akkor volt, amikor 7-1 volt. Én voltam U17, és ezt a korosztályot 3 évet vezettem. Hát egész életem betettem abba, hogy sikeres legyek. Pont azért, mert én senki nem vagyok, én nagy név sem. Horner, és akkor volt az újságban, hogy Horner jött, ki ez, hogy ki, és akkor az elnök kivet mondta, az én választ volt, azért. 3 év, összes tornát, ami volt, meg egy selejtező, minden meg volt. És akkor már ment a kicsi. Tudja ez a kicsi valamit.
És akkor jön a következő edzőm. Mert akkor az volt presztízs, hogy kapsz még szövetségkapitány, nem is nem volt szabad kérdezni, hogy mi lesz a fizetés. Ha adjatok, amennyit adjatok, ha akartak. Hát nem volt sok, 300 márka volt. 300. Az elég karcsú. És dolgoztam én 3 évet. Fizettek az úti költség, és 300 már. És jött egy M1-es csapat, mert akkor már mindenki beszélt róla, hogy tehetség vagyok, meg ilyen. És jött egy M1-es, Smederevo, 300 márka volt itt fizetés, és jött a Smederevo, és ajánlott 5000. Hát mondom, most ideje jött, hogy most egy kicsit keresni is kell. Persze. Nem csak irvesztálni. És elmentem. És akkor nagy bajba kerültem, mert akkor a mostani szövetségkapitány, a Stojkovics, Dragan Pixi, ő volt az ellen. És nem engedtek, hogy megyek. Én mondom, oké, akkor adjál te nekem 3000, és akkor maradok. Te nekem nem fogsz mondani, mennyit. Adom én. Mondom, én megyek. Ez nagyon kemény volt, és akkor nem örültek neki, de elmentem. Elmentem. És ott is sikeres voltam, egyén voltam ott, mint legfiatalabb edző akkor. És egy év után jött a más koncepció, elmentem. Vagyis befejeztem, de sikeres voltam, Intertoto kupát játszottunk az, ami elég jó eredmény. És akkor elmentem a Vosdolanszba, ott pedig nem volt szerencsém, mert sorsolás olyan volt, hogy Zvezda első forduló, Partizan második forduló, Smederevo a harmadik, és legyen is vége. Hát ez nem tehetsz. Egyszerűen mindegyik elnök mondja, hát oké, Zvezda Partizan nem számítunk, de. De akkor közben elromlik a hangulat, két vereség után az már nem itt volt az előtt. És 4 forduló visszállt. És újra semmi. Szóval ilyen út után újra kerültet az utcán. Hát kell bizonyítani állandóan. Valahol kijön a lépés, valahol nem. És akkor az utcára. És akkor itt ide-oda. És jött egy barátom Magyarországról, most jövök erre. Akit ismertem Szabadkáról, ő elment oda. És mondja nekem, nem érdekel esetleg ember kettő Magyarországon. Hát abban az időben nagyon nem érdekel. Mert mondom, szövetség kapitány. És akkor ember kettő abban az időben az egy kicsit sértődésre vettem. De gyere, nézd meg, csak mondom, menjél ide, nem akarok, nem érnek őt. De ő akarta állni, gyere, nem messze, 100 kilométer. Mondom én neki, oké, szombaton gyerünk. Normál, mondom, ott úszod, vagy valamit, hogy összehozom valamit, nem csak megyek meccsek, hanem viszem a családot, de elmegyünk valahol ebédre, és akkor megnézem, mikor már ott vagyok. Elmentünk Kecskemét. És volt az a Kecskemét játszott. Hol volt a Tóth Laci edző? Az a zöld. Bőcs, igen. Ő legendás volt. Napszemüveg mindig. Igen. És játszott, utolsó forduló volt. És a Rózsa Pali volt az elm. Hát néztünk egy ritka gyenge meccs. És ő meccs után mondja, na, mi a vélemény? Mondom, bocsánat, de itt mikor játszik az első csapat? Ez tényleg így van. Jaj, Istenem. Hát ő így ránézte. Hát ez az első csapat.
Hát mondom, akkor elég nagy baj. És mit láttál? Tehát nem csak, hogy taktikailag iromba volt, képzetlenek voltak a játékosok. Volt olyan kis pocokos játékos iromba. Hát mind a most olyan volt, mintha az én barátaim elmegyünk egy órára focizni. Körülbelül olyan volt. Hát mondja ő nekem. Hát ez nem így, csak ez utolsó, nem érdekel. Mondom, oké, de most én ezt láttam. És köszönöm szépen, de nem érdekel. Neki ezt tetszett. Mert nem nyaléztam, hogy mondjam neki valamit szépet, hogy engem egyszerűen nem érdekel. És ő másnap jött Szabadkára. Mondja, kávézunk egyet? Hát mikor már ide jött, akkor káosz. De miért nem tetszett? Hozunk egy pár játékot. Mondom, nem érdekel. De miért nem? Hát azért, mert nem. Oké. De Rózsa Pali egy olyan ember volt, aki sose nem adta fel. Sose. Elmondt egy pár nap, újra jött. Ebédelünk egyet? Ebédelünk. Na most mondjam én neki, hogy mit kérek én. Adja, most már ő direkt volt olyan, 3 éves szerződés. Mondom, ezt hallottam már 100-szor. 3 vereség után úgy is kirogsz. Mondjam, 3 év, ha nem, fizetem végig, megyünk ügyvédhoz, minden. Akkor már kezdtem gondolkozni tényleg, mikor látom, hogy igazából akar engem. Akkor már látom, nem kamuzik. Valahol, és mondjam, 3 év azért, mert 3 év múlva lesz 100 év klubban, és ő akkor megcserél egy ember egyes 100. születésnapjára a klubban. Az már tetszett, és akkor megérezte. Olyan szimbolikus fizetés volt, ahhoz képest meg is mondom, 1200 márka vagy euróban, nem tudom, az volt, ami olyan, oké. És kezdtük dolgozni, de Rózsa Palival egy első naptól volt olyan kapcsolat, hogy mindent mondtam neki, ami csak kell. Nem semmi jobbra-balra, hanem direkt. Mondom ő neki, te hogy gondolsz feljutni, mint a cirkusz vagytok? Nincs egyforma a póló, nincs egyforma szerelés, nincs egyforma labda, fű magas, mit akarsz te? De nem sértődte meg. Nem sértődött meg, hanem 3 nap múlva rendbe hozta az egészet. Egyforma, új labda, lenyírta a füvet. És így indultunk. És akkor itt már energia volt nálam egy hatalmas. Ott nyomtunk, de nagyon. És már az alapozásban mindenki már beszélt róla. Erre jön az első meccs. Mi összes edzőmeccsek nyertünk. És jön az első bajnoki, Makko Helyre. Nyerni kellett, gondolom. Sima volt. Így, mesélek. De 0-0. A cikk volt a Petőfi névben, Kecskeméten. Nem bírták a makkói postásokkal. Ez így volt. De hozzáteszem, volt a kockás kapufa. Mondom, Pali, azért a kapufát a lemet be, hanem ki, mert kockás volt. Kicserélte a kapufát. Esküszöm, ez így volt. Oké, első meccs 0-0 a postások ellen. Második bőcs ott, 3-0 szacsörben, 3-0 kikaptunk. És harmadik forduló jött a mezőkövest. Akik ugye akkor jutottak fel először az NB2-be, igen. Mezőkövest, 5. perc, piros lap nekünk. A Lovrics Iván. Oh. A Lovrics. Legendás, igen. 10 percen még nyomja. Igen. Ezért érdekes, nagyon sok minden. 5. perc, piros lap. Drága jó Istenem. Első meccs x-eltem, második kikaptam, most vége, és mi lesz, nem tudom. Mit tudsz ilyenkor csinálni? Tehát fél időben ilyenkor mit? Nem, akkor jön a Szávics Vádám, 30 méterről, puff,
1-0, nekünk. Itt azért azt meg kicsit magadat láttad benne? Tehát ugye is azért egy klasszikus tízes igen, volt. Igen, tehát igen. Igen, hát ő egyik legjobb játékos, akivel dolgoztam, mert utána már, amikor most, hogy mondják, hogy esküvő volt neki, én voltam neki a tanuló. Szóval ez a barátság onnantól tart. De visszatérve, 36. perc, ő berúgta ezt a gólt, 1-0, és a Tóth Zoli kivette a 11-es. És nyertünk azt a meccset, és innen így. Igen, azért azon az őszön ugye emlékezetes igen. Mérkőzések voltak, mint például a Ferencváros 4-0-as legyőzése. Igen, ahol kezdett a híradó, emlékszem, hogy Csanki Jani volt az edző. Hát akkor nagyon lemostuk őket, de nagyon. Fú, de lefociztuk őket. Pedig egy erős csapat volt a Lipcsei Peti, a... mit tudom én... Dragoner, ez a középpályás, aki most a kézilabdás asszony van neki, Győrben. Vince Otto, igen, egy igazából, de 4-0. Uff, nagyon jól dolgoztunk, és csak volt a kérdés, mikor lesz az a pillanat, mikor én van. És akkor a második félszezonban, még erősítettük a félszezonban, újra első meccs, Makka ellen 3-0 kikaptunk. És utána 14 meccs Zsinórban nyertünk. A Fradi pályán 2-1, Montsai Tibi. Az egy emlékezetes mérkőzés, azt a TV is közvetített, mert emlékszem, hogy volt egy ilyen mondatot, hogy ez lesz életed legnagyobb mérkőzése, hogy a Kecskemét kispadján, és akkor így hitetlenkedett ott a riporter is, nem is tudom már ki volt, hogy hát 4-0-ra megvertétek a Fradi hazai pályát, lehet ezt még fokozni, és hát lehetett. Tehát azért az ülői úton az a 3 pont az óriási. Hát az egy óriási meccs volt, 12.000 néző, Kassai Viktor volt a bíró, aki adta meg neki lesgól, 2 méter, de ott is lefaciztük őket. Mondva, hogy Tibi 2 gyönyörű gól, egy fejes és egy bomba gól. Hát ő a nyíregyházi szíveket is van. Igen, azt mai napig nem értettem, hogy akkor miért került Kecskemétre, de ti azért elég jó hasznot húztatok belőle. De várja, itt is van egy előjáték, az Mondva, hogy Tibi van. Jött mindegy gól király. Erre mit tudom én, 5-6 meccs. Nyugodtan vett. 5-6 meccs, 0 gól. Valamit kezdeni kell vele. Mondom, Tibike, egy hét szabad, nem akarok látni. De mester, mit csináltok? De az is baj, hogy nem csináltok semmit. Mennyi élvező az életet, fújják ki, aztán gyere vissza. Ez így volt. Ezután 11 gól volt. Ezt gyakran alkalmazod a mai napig egyébként, hogy mondjuk igen. Látod rajta? Van a csatárak, mikor olyan szériában bekerülnek, hogy nincs gól, akkor nagy nyomás, és akkor amit tudták, azt is elfelejtenek. És akkor valamit kell csinálni. Most neki adtam egy hétet, hogy mennyi ő szeret pecázni, mondom, mennyi csinálja, amit akarsz. Ne is jelentkezzen senkinek. De mit fog mondani az elnök? Az nem volt te gólyt. És tényleg ez így volt, és utána hozta nekünk a Tibi nagyon sok. Szóval itt kezdődött a magyarországi túra főfele. Hát azt bementünk, akkor voltunk a 5. első éve NB1-ben, és akkor jön ez a szokás, a balkáni szokás, nem csak Magyarország, Szerbia, ez is mindenhol, mikor nincs semmi, akkor senki nem fogadni, mikor bajban van a csapat, nincs eredmény, akkor engednek. De mikor már megcsinálsz valamit, amit hasonló, hogy egy siker lesz, akkor jönnek ezek az okosok, akkor kezdenek dobálni az elnöknek, hogy ők tudják jobban, hogy egy. És ez volt itt is. Jött a Salai úr, és akkor ő már látta, hogy én esetleg probléma lehetek neki. De addig konkrétan te láttál el mindent, te feletti az igazolásokért, gondolom, te kerested a játékosokat, tehát nem volt külön egy szakmaigazgató, aki ezekkel foglalkozott, te intézted mindent? Hát legyek őszintén végig, mint mindig. Ameddig Rózsa Pali meg én csináltunk az egészet. Nem volt semmi baj. Az volt, én prezentáltam a Rózsa Palinak, hogy
hoztam a három játékosot, Savic volt az első napon, utána jött a Csukic, meg az Alipievics. Mind a három volt a Bigó. Itt a kettő, a Csukic, az Alipievics. Az Alipievicshez külön sajnálom, mert belőle talán több is lehetett. Sok volt. Én sajnálom, mert ő volt egy gyerek, akinek muszáj volt megcsinálni sokkal több. Igen, neki egyetlen egy hiba ugye elvitte az egész karrierét, az a Ferencvárosi piros lap, amikor kitagadták. Miért, azt nem tudom, de az olyan látványos volt, hogy pont oda ment neki, hogy ez elgurult. De visszatérve, akkor jöttek ezek a nagyokosok, és akkor miért is elmentek. Ha emlékszetek, az a Paks-Selem mérkőzés, mikor lementünk a pályáról. Igen. A játékosok mondták nekem, hogy mit terveztek. Rózsa Pali szegény csinálta, amit csak tudta és bírta, de három hónap nincs fizetés. És majd hónap, és a játékosok már vége volt. Már nem bírtam tartani. Én nekem volt tekintem, hogy tartottam őket, még ezt, hogy majd lesz. Mondták, mester, tovább nincs. Igaza volt neki, és nem akartam ebben részt venni, de tudtam. Ez történt, és szerda volt, csütörtök reggel, Rózsa Pali 7 órakor hív, hogy jöjjek a cégbe. Tudtam én, hogy elmentem, ki vagy rúgva, az összes siker, amit csináltam. Neked kiadja a fizetés, játékosok vagy én? Hát mondom, te se, játékosok se. De ott már volt a Sallai, az ügyvéd, mit tudom én. Ki vagy rúgva? Mondom, oké, ez van. Talán majd lesz klub, mert siker volt. A tiki is döntöttek, oké. De szombaton játszottuk a Vidiában. Ahol a szószorban. Ez volt csütörtök. 2 óra. Nem volt olyan könnyű kirúgni engemet akkor. Az egy bátor húzás volt. De ez a Salai ravasz, nem tudom mit mondta, de 3-kor volt edzés, és ott mondták nekem, oké, csináljál edzést, majd meglátsuk szombaton. Az volt a terv, hogy kapom egy 5-ös rövidítő, és akkor könnyebb lett engemet kirúgni. Erre a Sallai úr azt kitervezte, nincs busz, nincs kaja, nincs szálloda, nincs semmi. Olyan a városi busszal mentünk a Vidi meccsre. Városi busszal, de abban az időben Kecskeméten nem volt egy étterem, ahol nekem nem volt tekintő. Bárhol. És én elmentem egy étterembe, és kértem vacsorát a csapatot. Meg az ebédet utazás előtt, meccs előtt. Semmi gond, mit akartok, kaptunk mindent, szóval ezt kaptunk, de szállada nincs, és városi buszon mentem. És mit csináltam én, azt is lehet megnézni. Pénteken nyilatkoztam, hogy nincs esélyünk, biztos, hogy kikapunk, ha emlékszetek. Akkor az volt a téma, hogy egy edző hogy lehet mondani, hogy az övé csapat biztos kikapunk. Hát mondom azért, mert ez történt, és pár játékos nem játszik ezt, azt. Én ezt az egész mínuszot fordítottam a pluszra. Úgy fertőzöttem a játékosokat, hogy ők alig vártak, hogy kimenjenek. 0-2 volt, megértünk a meccset. Csak a Rózsa Pali meg a Salai nem örültek. És akkor lenyilatkoztam, azt is emlékszem. Jött a riporter, és mondja, hogy hát mondtatok tegnap, hogy kikapjatok.
Hát mondom én, hát honnan én tudtam, hogy ez a Savic jobb lába fog rúgni gól. Mikor azért... Mikor bal lábas. Kapásba jobb lába első gól, és a Radanovic, aki itt van most galapon, ő fejelt a második. És nyertünk... Én nagyon magas igen. Középső hátvéd. Igen. És így nyertünk 2-0. A Paolo Sousa ellen, aki neki volt 4 győzelem, első 4 meccs, ez volt az 5. És mi így városi buszra elmentünk, és de jó csapat volt az. És akkor, akkor nyertem a csatát, de háborom nem. És ott vártak, mondom, oké, megyek, és úgy elmentem először Kecskemétről. Vissza a szövetségbe, újra kaptam. Várjál, akkor nem is hiába nyertetek, ők nem mondtak semmit. Nem, akkor, akkor volt még 3-4 meccs, de az már nem volt, az már nem volt olyan, én nem éreztem jól. Én látom, hogy, hogy vadásznak rá. És a Salai már volt neki a zövője, mit tudom, új koncepció, átfordult a Rózsa Galit, aki elfelejtette minden, amit közösen megcsinált. Mert biztos, hogy valami szép duma dumált neki. És ő elhitte, oké, nekem nincs esély. És én látom, és akkor elmentem fél szezonban. Kikúsztam végig, és visszajöttem. És akkor visszajöttem, itt kaptam újra új korosztály, 92-es. Ilyenkor híre megy, hogy azért neked vannak sikereid külföldön. Hát igen. Mondod, hogy mindig bizonyítani kell. Igen. Nem érezted, bocsánat, hogy visszalépéstek egy utánpótlás csapatot? Oké, hogy a szerb válogatott volt, ez tény és való, de mégiscsak fiatalok. De újra szövetség kapitány. Igen, újra szövetség. És akkor már döntöttem, oké, tovább, többet nem fogok menni Magyarországon, meg voltam sértődött. És akkor kezdtem újra itt. És ebben a korosztálya is elmentem ében, ebben is. És akkor, mit tudom én, mi volt, befejeztem, és nem folytattam, nem. Kerültem ébére, és itt a Kecskeméti sztori megy. És amivel van az a fenteni mérnök, ők erősítettek, hozták, mit tudom én, 10 játékos, nagyon sok pénz, csak hogy ők bizonyítanak, hogy én nem mondtam senki, hogy ők fontosok. Erre, 10. forduló után, mert újra ment a bajnokság, 10. forduló után utolsó kerül. És a szurkolók tüntetnek a klubház előtt, hogy Tomislav Šivić, és én vezetem ezt a korosztály 92-es, Bulgáriában voltam selejtező. Pedig én állandóan kapcsolatban voltam egy pár játékos, pár ember, szurkoló mindenkivel, és hív a Rózsa Pali, hogy tudod, miért hívom, mondom, fogalmam sincs. Hát utolsók vagyunk a tabellán, van helyben. Azért követted a Kecskemétet? Persze. És Bulgáriában voltunk, első két meccset megértünk, már elsőbb voltunk, és maradt meg egy harmadik. Szofiában voltunk. És ő kérdezi engem, hogy van egy hely beszélni? Mondom, van. Mindig van. Mindegyiknek van az ára. Mindenek van az ára. 5,5 óra Szofiában volt a Rózsa Pali. Mindig jó kocsi volt neki. Leült a kocsi. 5,5 óra ott volt. Én is meglepődtem. Mondja, na gyere le. Megint egy kávé, ígyunk egy kávé. Igen. Most már ideges volt, mert én nyertem. Hát gondolom én, mikor már ide jötted olyan sürgesen, akkor most nekem van a pozíció. Mondja, mi? Mennyi és mikor jössz? Mondom én neki kapásból, ami volt, szorozott 3. Miközben meg szép sikereket értél el az utánpótlás. Persze. Nem sajnáltad ott hagyni őket? Hát ezek a döntések, tudod. Mert én költöttem olyan 10 év, hogy
mentem, utaztam, befektettem a saját tudásomat. Értem. És most már egy kicsit jött, hogy a családra is kell gondolkozni, jött a második persze, gyerek. Természetesen. Most már jött, hogy azt rá kell fizetni, keresni kell. Mert a szépségből már elég volt. És ez egy út. És ez volt egy szituáció, ahol nincs mese. De ez most másodszor a szövetségem. Jövök ütkéz, konfrontálni. És én mondtam, szorozok hárra. Kiment telefonál ide-oda, jött vissza, mérges, jó van, akkor legyen. Mondom, jó, és ha megnyerem a kupát, esküszöm. Azt mondta, hogy elbeszom, üdös kurva anyám, te megnyersz a kupát. Kérdezzetek meg tőle. Mondja ő nekem, írd, amit akarsz. Adjál csak, leírod én. Leírtam. És akkor már az egész összeg volt olyan, hogy megyek. Kaptam, amit kértem, megyek. Most probléma lesz ezeknek mit fogok mondani. Ez nagyon rosszul esett a szövetségnek, hogy másodszor is elmegyek. Mondom, figyeljetek, nekem családban két gyerekem. Dolgoztam becsületesen, kaptam egy ajánlat. Az elnök mondta, okay, most mész, és nincs vissza. Köszönöm. Hát akkor ismét a franciaországi helyzet. Szóval mi a sorsom? Állandóan ilyenek fogok. És jöttem. És jöttem csütörtök, szombaton, vasárnap volt a kormány. Kettő ez ilyen, tököli két gól. Úgy, hogy Savicsot kiraktam a csapatból. Mindenki sokkolt. Na mondom, nehogy gondoltak, hogy őt csináltam, hogy én jövök ide. Most erre a meccsre nem szállítok rá. Így jöttünk. Mi volt ennek az oka, hogy azért meg... Pszichológia. Hogy az egész öltöző higgye nekem. Mert akkor már közben voltak a játékosok, aki Salai hozta meg a Rózsa Pali. Közben jó játékosok volt a Foxy, a Licingi, meg Ebala. Jó játékosok. Nagyon sok ilyen legendás név. Janik Nálogó. Ezek utána jöttek. Ez volt egy pszichológia, és sikerült. És akkor kezdtük nyerni, és volt ez a nyolc csapat kupába, hogy feljöttünk négybe. És meccs volt a Debrecenben, a fél szezon vége állt a víz a pályán, és ez a szőke bíró volt hozzá. Nem Soly Mosik, hanem az a másik. Hogy hívták? Nagyon. Most volt ilyen továbbképzésen, volt pár hetevel ilyen cikk. Fábián Mihály? Ne, ez szőke volt. Fábián Fekete. Hajó. Nem tudom. És dobta a labdát így, és nem ugrott. Mondja, nem játszunk a meccset. Mondom nekem mindegy. Mert tényleg abban a pillanatban nem is akartam játszani. Nekem a bennmaradás volt a cél. Esküszöm most. Én őszintén mondom, hogy Debrecen, aki akkor volt a top csapat. Akkor nem egyszer volt a bajnak meg, tényleg jó csapat. Hát mondom, ez a meccs úgyse hiányzik nekem. Bementek oda, a Sima Gábor bement meg, muszáj játszani, mert ők azt gondolták, hogy neki ez edzőmeccs lesz. Jött ide-oda, jön, lesz meccs. Mondom, oké. Az Olimpijevics betettem a bal szélsőre, a Bernard Csabára. Két gólt rohott, 3-0 nyertünk pont. Tudtad, hogy Bernáta a gyenge pont? Nem, akkor én már, mert igazából akkor nem hittem én se, hogy valamit tudunk keresni. És akkor egy kicsit akartam az Olimpijevics látni, hogy működik ott, meg egy kicsit rotációt csináltam. 0-3, Olimpijevics két gólt. Hát az volt olyan puff. És akkor szünet, és akkor februárban játszottunk visszavágott Kecskemétet. Ott is egy 3-as kapott a Bebecet, és így kerültünk a elődöntőbe, ahol Siófok volt elődöntős. Siófok volt bajnokságon, ahol kiment a másik csapattal, akkor egész ország
a Budapest normális most, én akarom döntőt játszani. Persze, hogy pihenek az első csapat. És nem tudom, ki volt az elődöntő. De az sima volt, az nem volt. A Debrecen volt a kulcs. És a döntő volt a 17. május a Vidi. És én 3 hónap keresztül az újságban mondtam, hogy azt a meccset biztos megnyerem. A doktor Mezei már idegbeteg volt tőlem. Idegben, mit akar ez a kis köcsög, ezt akar. Egész öltöző kirakta az én nyilatkozóimat az öltözőbe, kivágta az újságot. Összes szerveket kirakta a csapattól. De egyfajta pszichológiai viselés akart lenni? Hát a nyilatkozóimban sok kárt okoztam saját magának, de sok sikert is csináltam, csak valami. Tiszta idegbeteg volt. Erre 11. perc 2-0 nekünk. Foxy 2. Tönkre tettem az övé a koncepciát, azt se tudtok, hogy mi van. Nekünk pedig nem volt mit veszíteni. Csoda. 100. születésnap. Évfordulós. Megértünk 3-2, az egyik csúcs, tényleg. Igen, hát az a mérkőzés azért a mai napig legendás, tehát tényleg gyakorlatilag csak azzal, hogy egyik szélről a másikra a keresztben lapos labdák, azzal úgy meg lehetett bontani ott a fehérvári védelmet, hogy... Ennek is van sztori. Tököli Attila. Először muszáj visszatérni, mert ő nálam legjobb magyar játékos, akit edzettem ő. De sokan panaszkodtak, hogy nem egy könnyen kezelhető, tehát hogy saját szabályai vannak és az ragaszkodnak. De ha akarunk őszintén lenni végig, akkor összes olyan zseni, egyik se könnyű. Azért is zseni, mert másfajta. És azt kell, töké, hát az egy medicin fenomen, hogy milyen agy van neki, de azt, amit ő kapta az Istentől fociba, az ritka. Ritka, és ő olyan ideges volt állandóan, ezt azt mondtam, hogy Töki meg a Borigában voltak a barátok. Mondom, Töki, te csütörtök, gyere vissza. De mi akarok én? Erre menjél, te Boriva. Egy nyaraló tiszakécsken kapták egy embertől. És ott ők élveztek az életet. Mondja nekem, Rózsa Pali, te hülye vagy? Mondom, te nyugi vezet. Tudom, élveztek. Töki olyan. És mi lett ebből? Első két gól, ő megcsinálta a gólpasszát. Ez Töki. És a többi játékos is megérti ezt? Hogy velük itt kell bánni? Itt a művész, hogy nem magyarázok én a Tökölinek, hogy változza az életet, hanem az egész öltözőnek, hogy fogadjanak meg így a Tökit. Mert ő fog hozni neki. Itt a tita. És ez sikerült. Sikerült. Hogy oké, Töki, töki, mikor kell, akkor elmondti. Így is volt. És akkor nincs panasz. Ha siker van, akkor, ha nem, akkor mindenki, de ez a kocka, amit én vállaltam. Ez a kocka. Érzés, vagy mit tudom én. És ilyen emberek engem sokan nem eladtak. Ezek a szuper gyerekek, akik csak minden szuper, itt volt egy pár olyan, akkor csalódtak, de ilyenek sosem. Csibészek sosem. Szeretem őket. Igen, és ugye nagyon érdekes most itt 2022-ben ránézni az NBA tabellára, hogy a második helyen ugye a Kecskemét, a harmadik helyen a Kisvárda át, és ugye a két csapatnak az edzője Török László, illetve Szabó István, akikkel pont ebben a korszakban voltál nagyon-nagyon közeli kapcsolatban. Mit gondolsz, mennyire viszik ők a te szellemiségedet futballban, mennyire tudták ők ezt eltanulni, mennyiben hasonlított a focitok, és mennyiben különbözik? Hát Szabó Pista volt velem, nekem pályaedző is volt. Török nem, ő volt a klubnál, de nem dolgoztunk együtt. Hát itt van nagy különbség a Szabó Pista javára. Szabó Pista egy nagyon-nagyon-nagyon szorgalmas ember.
volt velem, de ő utána csinált saját magával, sokat befektette, tanult, és én látom, hogy ő nagyon érti hozzá, nagyon, és tehetség volt már akkor, de akkor egy jó páros volt. Utána ment az idő, ő tanult, meg fejlődött, és máma nagyon-nagyon büszke, és örülök, hogy ilyen jó edző lett a Pista, mert az, amit ő csinál most, az csodálok a csoda. Az csodálok a csoda, mert azok a játékosok, és Alva Budzsérba, ő játszik bárkivel 55. Szerinted ő elvesett tőled valamit? Hiszen azért szintén nem az, ahogy mondta, nem az a foci van, amit ti játszottatok. Egy stabil védekezés, de nagyon pontos befejezések. Szintén viszont sok góllal párosult, tehát látványos. Valamit átvett szerinted tőled, vagy tanultatok egymástól? Hát ő tőlem tanult azt, ami nincs a könyvben. Azt tanult tőlem, és az neki csinálja a különbséget. Mert van sok ember, aki tanulnak a könyvből, már vannak ez a kompjúter, meg minden lehetséges Guardiola edzés, meg mit tudom én, Klopp, meg az mindenhol van, lehet levenni. De azt, amit nincs a könyvben, leírva meg a kompjúterben, az Pista tőlem átvette. Azt ő is fog mondani, remélem. És bocsánat, azt elárulod, hogy te honnan tanultad? Ha nem titok természetesen. Hát nem, nekem volt szerencse, hogy nagy szerb-jugoszláv edzővel volt lehetőségem ülni az asztalon. És én tőlük loptam ezt, amit nincs a könyvben. Volt ez az Ivica Osim, aki legendás edző, és volt egy ilyen beszélgetés kávé mellett. Ugye, mi a baj a fiatal edzőkkel? Mondom, én nem tudom. Mondja az, hogy mikor kezdtek dolgozni, akkor összes problémát kinyitom. Összes. És akkor csak egyszer hullám és vége. Muszáj tanulni, melyik problémát fogsz kinyitni. Nem szabad mindegyiket. Kell egy kicsit így, nem csak így. Szóval ez küldte nekem az SMS, hogy kell egy kicsit óvatosan. Most látod, hogy a bal meg, mit tudom én, cselezik jobbra, vagy mit tudom én. És te akarsz kijavítani. Akkor a csatár ezt, hogy csak amiből élsz, azt javíts ki. Nem minden. Muszáj tudni sikereket csinálni a hibákkal együtt. És ilyen kis apróságot akkor a másiktól, akkor a harmadikon, akkor hogy fogsz kezelni a zöldözőn, meg ilyeneket. Mert edzést megcsinálni meg a rendszer, az gondolom bárki tudja. De az, hogy te átadsz a tudás a csapatnak, hogy az működik, itt a titok. Itt a titok. Maradtál a magyar fociban Kecskemét után, úgymond egy felkapott, keresett edző voltál Magyarországon. Igen. És jött több magyar állomás, volt rövidebb és hosszabb. Ezeket hogyan értékeled? Mi volt mondjuk a legnagyobb sikered Pokson, Mezőkövesden, és még itt lehetne a csapatokat sorolni? Hát itt is van pár érdekes téma. Én vártam a nagy klubot. Álmodtam, hogy egyszer kapok valamit, vagy Fradi, vagy Újpest, vagy Vidit. Ez volt a terv. Egy időben nagyon sokáig mondták, hogy Újpesten leszel. Háromszor tárgyaltam. Közben Sallai Pistával. Ő már átkerült akkor. Igen. Igen, igen. Vagy előtte, vagy utána. Ami érdekes. Háromszor tárgyaltam. Utolsó, az is érdekes, minden, hát lehet egy filmet csinálni. Mikor a Roderick úrral tárgyaltam, minden megbeszéltük. Minden. Melyik szállatom a Pistával. És mondja, hogy van nekem az én saját barátom, akar egy pár kérdés veled a taktikában. Már fizetés, kocsi, lakás, minden megbeszéltük, és jön most ez a szakértő, hogy ő ellenőrzi, hogy én tudom, vagy nem tudom. Már fölkaptam a vizet. Jött ő, az a pályaedző volt utána, de az a Roderick jobb keze. És hát szeretném föltenni egy pár kérdést, hogy ő nekem tessék. Melyik rendszerben gondolom én játszani ő testet? Ha mondom, azt fogok eldöntöni, mikor bemegyek az öltözőbe, és fogok érezni a játékos keret, meg akkor fogok így kapásból, nem?
mit fogok csinálni Rajci Peti, meg a Kabát Peti? Melyik fog játszani, ha játszok egyik csatában? Most már kezdtem ideges lenni. Hát mondom, én mind a kettő fognak játszani. Most már kezdtem szórakozni. Hát akkor az jelent, hogy 4-4-2-t fogsz játszani? Mondom, lehet 3-5-2 is, akkor is két csatában. Jó? És akkor az utolsó kérdés volt, oké, ha játszok ezt, ha játszok azt, akkor mennyi a távolság lesz a két vonat között? Hát akkor én fölkeltem, mondtam Viszlát, Roderick, mi volt állja? Mondom Viszlát, magának van az edzőnek kell, nem tudom miért hívtatok. Ez így volt, akkor azért abban az időben barát menedzser volt, szaladt utána. Hájá, meg hát te hülye vagy, mondom. Te, meg ő is, Viszlát. És köszönöm, ez így volt. És mit hozza az élet? Erre elmentem Paksra. A Haraszti úr, akit legtöbbet tisztelem, és ő egy igazi isten a magyar fociban. Akkor a Paks volt ugyanúgy a utolsó hely. Ez a gyerek, az a pálya, ez a Fradiba Csaba, Máté Csaba. Ő volt, és akkor utána jöttem én, és mentettem a Paksot, és jövünk alapozás, és első meccs alapozás utána a Megyeri úton, a Újpest ellen. És az a pálya edző, aki engemet kérdezte ezt, ő volt a újpesti edző. A Mark Lelier, azt hiszem. Valami olyan úgy. Na, mondom, téged vártam, öreg. 06, bocsika. Viszont itt nem volt lehetőséget külföldi labdarúgókba igazolni, akiben esetleg te jobban megértesz, tudsz vele kommunikálni. Mennyire volt ez nehéz csak magyarokkal dolgozni, és hol láttad a különbséget a magyar meg a szerb labdarúgók között? Hát ez is egy jó kérdés. A Paksi egész történelemben én voltam egyetlen egy ember, aki nem igazi magyar, amivel utána már kaptam a magyar állapotlásság. Hát az volt abban a pillanatban volt Paks egy olyan csapat, ami akkor 10 zseni volt, de már idősebb. És ott is kellett megtalálni azt a vegetát, hogy mi lesz sikeres ott. Szóval muszáj alkalmazni mindenhol, attól függ, hogy milyen a keret, fiatalabb, idősebb, megyes, magyarok csak. Ez nekem volt igazából nagyon nagy kihívás. De ott is bizonyítottam, mert maradtunk az, akkor az nagy dolog volt. És volt olyan pár meccs, mint ez emlékezetes örökig. Az Újpest 06, ez is egy jó sztori, közben csak vágom, fogok választani. A Győr ellen 3-0 fél idő. Fél idő és 4-3 a vége. Az egy nagyon-nagyon emlékezetes. 3-0 fél idő, de még jól játszunk. Jobbak vagyunk 3-szor. És én úgy is gondoltam, bementem az öltözőbe, azt is mondtam. Gyerekek, 3-0 kaptuk a szögletből, vigyázzatok arra, mert az nem létezik. De ez így szuper. Ezek néztek, hogy hülye magyar. Kimentek, ledaráltuk őket. És a könyves Normi 90. percben a jumbo ide a... Hogy mondják ezt a... Ficokban betalált, 90 perce, gól és vége. Erre a Pintér Attilával mindig volt. Ő nekem, én neki. És most megyünk sajtóra. Ez óriási. Mondom, Ati, 3 se elég. Szóval kurva anyám. De gondolom nem viccesen formában, hanem úgy komolyan. Hát egy kicsit, igen, provokáltam én, szemtelen voltam. De ő is olyan, és ő vágta ezt. Nagyon nekem. Tehát, hogy próbálod kicsit oldani a hangulatot ilyenkor, tevők rá erre a kollégák? Vagy van, aki úgy majdnem, hát nem mondom, hogy tetlegességig fajul, de volt, aki úgy rád fölvett? Hát szóval a Pintér Attilával mindig harcoltunk. Ő olyan, de szeretem, mert
mert ő egy nyerő típus, egy harcos, amilyen én is voltam. Adom, kapom, semmi baj. A Weber Gyurival is volt egy pár dolog, de csibészek, én szeretem ilyeneket, nekem sosem nem volt gond ilyeneket. Utána, meccs után, mai nap, mikor találkozok, az szuper. Voltak, akit nem szerettem pár, de az természetes, ők sem szerettek engem, mert ez ilyen, nem is jó, ha mindenki szeret. Akkor valami baj van, mert az nem természetes, mikor mindenki mondja, hogy szuper ember. Muszáj lenni az ellenség is. Különbség magyar-szerb foci hozzáállás, mentalitás, az már biztos, hogy mindenki mondta, azért, mert ez így van. Ez így van. Főleg az utóbbi időben ez az infrastruktúra, ami van Magyarországon, az csodálnak a csoda, és ez elkényelmesednek. Igen, azért tegnap számunkra is a vajdasági derbi itt a Spartak stadionja, az mellbevágó volt, hogy valahogy visszarepültünk, ilyennek képzeli el az ember a 90-es évek magyar fociát, hogy ott a tribünből kiálló növények, székre nem lehet leülni, tehát A gyep az nagyon szép volt, de a stadion az igen, kicsit elavult. Hát ott áll az idő. Igen, pontosan, igen. Áll az idő. Visszatérve, Magyarországon ez most csúcs, nagyon szuper, gyönyörű, de meg ez a nagy fizetésük, ami most vannak. Azt szerintem rossz irányba viszi a magyar focit. Ez az én privát vélemény szerint. De én így látom, mert Szerinted elhisszük, hogy jobbak vagyunk ezáltal? Nem, hanem többet kapnak ugyanazok, akik régen kevesebbet kaptak ugyanazért. Igen, és neki ott nem látom a többi cél, csak a nagy fizetés. Most nem szeretném sorolni, mert egyből fognak jelentkezni az ellenségek, hogy újra provokálok valamit. Sem provokálok, sem van érdekes semmi. Teljesen gondolataim. Van egy pár csapat, amit most néztem utóbbi időben, ami borzasztó volt nézni, pedig nagyon sok, nagyon drága játékos. És úgy láttam kívül, hogy ők kimennek, és nincs nem érdekel annyira, hogy most máma kikapok, nem kapok, gyerünk, oké. Okay. Bocsánat, ez magyar, vagy külföldi, vagy vegyesen mindkettőknél látom? Mindkettő. Hát külföldi is, aki jönnek. Én azt behoztam, ahol dolgoztam, hogy inkább legyen több prémium, mint fizetés. De most már ahova nem lehet harcolni, mert sok csapat van olyan budzsé, hogy egy átlag fizetés, mit tudom én, 7-8 ezer, 10 ezer euró, nem. Most csak mondom, ami sok pénz, ami előtt nem volt. És akkor úgy látom ezek a játékosok, csak odáig harcolnak, ameddig nem kapnak a szerződést. És utána azt a harc, azt a motiváció, ami kell a pályán látni sokkal többet, azt nem látom annyira. És itt látom, hogy valami muszáj kitalálni. Oké, okay, fizetés nem fognak menni le, gondolom csak fő, de akkor valamit kitalálni, hogy mitől függ az a fizetés. Ha van eredmény, oké, okay, ha nincs, akkor valami olyan, mert így edzők is a kezekek nem tudnak mit csinálni. Kiteszed, oké, okay. Kiteszed, de neki úgyis jár az a fizetés. Akkor van olyan, aki csak várja, hogy kiteszed, és akkor szép az élet. Volt olyan, hogy mondjuk szerettél volna leigazolni egy játékos, de olyan fizetésigénye jött, ami azt mondod, hogy úristen, hát ez borzalmas, ez sokkal több, mint amit ez a játékos megérdemel. Most is elmagyarázok egy példát. Az én időben nem volt ilyen fizetések, de voltam a Miskolcon, mikor volt egy játékos, akinek abban az időben volt 20 ezer euró, abban az időben az nagyon-nagyon sok. Akkor volt 5 éve vagy 7 nem éve? Nem nevezzük meg, de az NBA legjobban fizetett játékosa volt. Igen, akkor tudjuk, hogy ez igen. Gyerek. Tudjuk, igen. Hát megmondom, hogy nekem semmi baj nincs. A Rudi, a bácsi, a Rudolf, aki zseni, mint játékos, de saját magának. Egy taktika neki nem felelt meg abban az időben. És volt négy meccs, ahol ő játszik saját játékot. De én tisztelem a Rudit.
mondom, Rudi, gyere ide. Tudom minden, oké. Én engemet nem zavarsz, mert nem vagyok, hogy engemet az bánt, nem érdekel, de te nem csinálsz azt, amiért meg vagy fizetve. Most én akarok segíteni először neked. Mondjad te nekem szépen, melyik rendszerben te legjobb tudsz működni, és melyik poszton. Én megcsinálom. Nekem ez a feladat, mert nem vettem én téged, hanem a tulajdonos, és hogy ezt az egész sztorit tudom kijavítani, akkor te mondjad nekem, nézd egy kettő irányító csatár, hol akarsz lenni? Én megcsinálom. Valahogy megbeszéltük, oké, okay. És 5 perc után ő elmegy balbekre, jobbekre, kapustól kér a labdát, mondok, Rudi, megbeszélt, te játszasz azt, akkor maradjál ott, ne össze-vissza, ide-oda, hát én nem bírom. Mondom, akkor muszáj változni, mert így nem fog menni. Ő a taktikát akkor se nem szeretett nagyon, hanem saját maga. Elmentem a Leistinger úrra, mondom, drága Leistinger úr, 4. meccs után 4 döntetlen és 3 erősen. 4-0-ra kikaptunk a Debrecentől, akkor 4. forduló, úgyhogy keletkös kapunk ez 10-es. Katasztrófa. De Rudi elmegy ide, játszik saját játékot, többi játékosok tudják, hogy mennyi, neki van fizetés, akkor ők se akarnak. És akkor káosz. És akkor elmentem a Leistinger úr, kértem egy fél órát beszélgetést, mondtam, ez az én véleményem, semmi bajom, rúgjatok ki engemet, maga döntés. Persze, hogy maga tulajdonos, maga dönt, de hallgassa meg engemet fél órát, 10 percet és maga dönt. Meghallgatta, mondtam neki, hogy mi a baj az öltözőben, miért van ez, ez az én véleményem van. Hogy megköszönünk a Rudinak. Hát az sok pénz, mondom, oké, okay, nekem ez a véleményem, de én vállalom a felelősséget. Ha tényleg nekem nem lesz igazam, akkor rúgjon ki engemet, mert kell fizetni semmit. Ha nem, akkor ezt a pénzt, amit veszítünk a Rudival, azt fogunk másképp hozni, mert kérdezte, mennyi az átlag a nézőszám. Ez a. Oké. Okay. Mondom, ha feljutunk a kupába, Európa, ezt azt, akkor ez lesz, megteremtünk ezt a veszteséget, ami Rudivel veszítünk. Mondja, figyelj ide, nekem senki nem mondta idáig, nem próbáltam, de most belemegyek. Köszönöm szépen. Erre megköszöntük a Rudinak, egész ország ráment, egy hét az borzasztó volt. Összes portálok, újságok, mit képzelhetsz, ez is kocka volt, ez is döntés volt. Én így látom. Idő fog mutatni. Erre következő 7 meccs, azt is lehet benyomni, következő 7 meccs, 7 győzelem, gól kapott nélkül. Adtam a választ. Adtam a választ. Szerinted hiányzik az őszinteség a magyar fociból? Tehát túl sok úgymond a képmutatás, és így le akarnak felelni a tulajdonosoknak, a vezetőedzők? Csak. Az én őszinteségemet nekem nem hozta semmi jót. Semmi jót, csak probléma. Ide, oda, ilyen vagyok, olyan vagyok, pedig... De például, bocsánat, ez Szerbiában ez nem tapasztaltad. Ez csak Magyarországon. Csak Magyarországon, de itt sem szeretnek. De közben megtanultam, hogy kit még érdekel az őszintéség, meg az igaz, senki. És akkor én is egy kicsit visszakúztam, most nem beszélek semmit. Most, de szeretnek az újságírók, meg mindig valamit mondom, hogy ebből van valami, de most visszakúztam. Igen, ezt pont kérdezni is akartam egyébként, hogy Magyarországon azért a nevednek van egy ilyen média vonzereje, hogyha megjelensz valahol, vagy valamilyen mondatot ki tudnak forgatni, ez Magyarországon. És hát Szerbiában ez mennyire jelző, hogy ezt láttam például, hogy a héten volt a Sportski Zsurnálban egy cikk rólad, illetve a Pancsováról, hogy itt Szerbiában mennyire szeretnek fel. Itt a Sinisa Radanović, ahhoz a magyarszki novinari, azt mondta, hogy ezt pa vigyeli bele.
Pravi mandát. Mondjad még egyszer. Hogy ugye Magyarországon azért tényleg megvan ez a média felállítás körülött, tehát hogy Szerbiában a sportmédia mennyire kapta fel a nevedet, vagy mennyire szeret azzal foglalkozni, amiket mondasz. Mert amennyire én a szegényes nyelvtudásommal kivettem, azért most például héten ez a Sportski Zsulnár cikk, ez nem annyira rólad szólt, hanem inkább a csapatról. Kicsit mintha úgy tűnne, hogy itt kevésbé van meg ez a figyelem körülötted a személyed. Most én levettem ezt, mert emberek féltékenyek, irigyek. Mindenhol ezt egyformán nincs különbség, és akkor már nem akarok, mert itt is most csinálom egy utolsó 10 meccs, 7 győzelem, 7 és 3 döntetlen, és csak 3 kapott. De akkor megint kijelentjük, ez egy újabb csoda. Tehát azért nézzük, hogy a Pancsóval, én megmondom őszintén, annyira nem jártam utána, de nem egy nagy klub, nem bántva őket. Nem. És szerintem sose voltak első osztályban. Sose. Viszont egész jól haladtok abban az irányban. Azért is választ esett erre, mert nekem ez kihívás. Most nekem volt most a Novi Pazar, mikor mentettem, biztos kiesésről, azt csak én tudtam megcsinálni, akkor volt sok ajánló, sok. Elmentem a Nizsbe, az nem volt szerencse, az tényleg egy olyan, az van egyszerűen 100 év. Se kapu, se ke, egy belső védő sem. És akkor volt 4 meccs, 5-11-es ellenem. Abból az 5-ből 2-95. és 98. perc. Partizan ellen pedig szétszedtünk őket. Játékban, meg minden. Egyszerűen nem jött ki. Nem jött ki. Van ilyen. De utána volt sok megyes keresnek. És most volt, hogy utazni kell 500-600 km. Kevesebb pénzem, mint itt van. Hogy én most bizonyítom. Én egy kicsit fáradt vagyok ebben a bizonyításból, és nem érdekel, hogy most ember egy vagy ember kettő. Most akarok jó életet, hogy nem megyek messze, nem vagyok messze azon hazam Szabadkáról. Most tudok jönni, van anyukám meg a kislány, hogy nem vagyok messze, és hogy elég szép városban vagyok. Most volt egy Szurbolica, Lócsáni, mit tudom én, ahol hívták, nem akart. Nem is akarta beszélni. Pazárban nem akartam maradni. Pedig emberek imádták. Meg jó éreztem. Jó éreztem ott, mert egyszerűen jöttem olyan korban, hogy nem vállalok mindent. Nem pénzé, nem embegy, nem embegyet. Akarok ott lenni, akkor lesz egy kicsit, hogy jó érzem magam. Edzés után is tudok jó ellenni. Most például ugyanúgy megkereste egy NB2-es csapat, ahol szintén nagyok a tervek, feljutás, NB, stb. Elvállalnál egy ilyen kihívás mondjuk Magyarországon? Csak Diósgyőr. Csak Diósgyőr. Mert az egy külön kategória, a szurkoló. De visszatérve, hogy mikor a Ruditról elköszöntük, utána 6500 volt átlagszám, nézőszám. Szeretném, hogy még valaki megdicséri ebben. Meg van egy pár, amit szeretném mutatni. Ha bármelyik kollégámnak lesz ilyen, hívja meg egy kávéra, én fizetem. Például ilyen. Tízezer néző, hétről kétre. Mikor skandálnak a nevet, akkor az itt ez a kupa. Még a kupa győzelem? Nem, ez magyar. Ez a magyar. Itt a szabó pizza. Kedvetlen fásul csapatom. Kifogás az mindig van. Na én azt vettem észre egy kicsit, lehet is szakad, a játék is kevés volt a videótolás. Úgy volt a fölhívett labda, amivel a sok védő... Hagyjuk ezt a szakmázat. Akkor van egy ilyen pillanat.
meg az óriási tömegen. Sok játékos, ja, ez a Griffith? A 16-oson belül, jó, csúszatás, gól! Megvan a Diós Györgynek a második gól! Tomislav Szivics öröme! Hát van Strasbourg-ér! A Diós Györgynek megszerzi a második gól! Van sok ilyen csoda pillanat. Kijelentető, hogy mai napig van ez. Legyen ez zakópörgetés. Igen. Hát ez... Össze lehet hasonlítani a Kecskemét és akkor, a Ivo Zsűri sikereket? Akkor a Tomás Doll, mikor megvertünk 32 év után. Ja, igen. Neves csak két. Meg ilyeneket. Ez, csinálom egy filmet én, komoly film lesz. Ilyen anyagokkal. Hogy marad a gyerekeimnek, meg orokám, mikor lesz meg ilyen. Össze lehet egymás felé lehet helyezni a Diós Győri meg a Kecskeméti sikereket? Hiszen azért mind a kettő... Sokszor kaptam ezt a kérdést, de 55-ön. 55-ön. Diós Győrben volt ugyanolyan csoda, mint Kecskeméten. Két döntő, három forduló Európában. És akkor jönnek valami csoda emberek, és csak mondják, köszönöm szépen. De most én kérdezem, csak kérdezem, nem akarok őve vitatkozni. Amióta elmentem, mi történt? Ennyi csak. És akkor következő kérdés, ami persze ez nem fog jó esni, de ez tény. Mennyiből Tomislav Szivics csinálta a csapatot? És mennyiből tik összes éveket utána, és hol vannak az eredmények? Mi történt? Csak ennyi. Nem kell nekem beszélni semmit, csak ezt letenni az asztalra, és akkor ők mondják, nem lehet Tomislav Szivics. Oké, én kivárom. Azért vannak sikerek a magyar labdarúgásban is, és kíváncsi vagyok, te hogy látod például a Ferencvárosnak a nemzetközi menetelését? A Ferencváros a magyar brand, és nagyon jó, hogy ez így van. Ugyanúgy, mint válogatott, Ferencváros is csinál nagyon nagy sikereket, és el kell ismerni ezt. Ez tényes való. Bajnoki Liga, Európa Liga, elsők most ebben a csoportban, nagyon nagy tisztelet, nagyon nagy. Eredmény az beszél saját magam. Nem kell itt semmit hozzátenni, csak az a baj nekem, Szivics, sima ember kívül, hogy neki nincs ellenfél Magyarországon. Ez nem jó. Látsz esetleg ebben párhuzamot így a Ferencváros és a Crvena Zvezda között magyar és szerb oldalon? Hát igen, az lehet összehasonlítani. Nagyon hasonló a szituáció, nagyon hasonló. Most ebben a pillanatban Fradinak van az előny, amit abban is mutat. De gondolom, hogy Fradiban van egy ez a scout rendszer, jobban működik, jobban játékosok hoztak, mint Zvezda utóbbi időben, és lehet, hogy ezt csinálja a különbséget. De még egyszer mondom, zsinórban lenni Bajnoki Liga, Európa Liga, az nagyon nagy siker. És ez fölemelt a létszám az egésznek. De jó lenne, hogy lenne még egy csapat Magyarországon, aki tud versenyezni a Fradiban. Vagy Vidi, vagy Újpest, vagy akárki. Hogy legyen ez a mert így uralmas ők másik csapatnak is megjönnek a bajnokság. Szerinted a Felcsút lehet valaha ilyen? Nem tudom. Megmondom őszintén, nem. Tehát hiába a körítés, a pénz, a jó játékosok. Tehát... Múlt nélkül, tradíció nélkül, brand nélkül, az felejtsük el. Még annyira direkt is leszek, hogy egy erős Újpest nélkül Fradinak se jó, mert ez magyar nem, akár hol elmentek Amerikába, Afrikába, mindenki tudja a Fradi Újpest. A legnagyobb tisztel Vidinek is, Debrecenek is, nagy klubok, nagy csak, de ez egy, ami történelemben mindenki tudja. Én így kívül saját vélemény, de ez jó lenne egy napon, hogy ez legyen. És akkor a foci nyert.
követed, akkor ezek szerint a magyar labdarúgást. Szerinted a Kecskemét meddig mehet el így ilyen szinten? Meddig tartott ez a lendület? Ameddig Szabó Pistolt volt. Tehát teljesen mindegy, ha a játékos keret mennyire cserélődik, mennyire változik. Szerinted így az NB1-ben, a felsőházban, az első hatban ott lehetnek? Tavasszal? Hát attól függ, hogy klub hogy fog reagálni most télen. Mert ahogy beszélek a Pistával havonta egyszer-kétszer, lehet, hogy valaki fog elmenni. És ebből a rendszerben akkor kihúzod egy-kettő játékosra, akkor már nem hozod a másikat. Attól függ, hogy a klub ambíció mi legyen, és igazából mennyi akarnak, mennyi bírnak, ez sok mindentől függ. Igen, mert azt látjuk, hogy a keret az igazából nem nincsenek nagy nevek, például Kecskeméten, de ha ki is esik egy-egy ember, akkor jól tudja pótolni. Igen. Tehát viszont úgy látszik, hogy mintha véges lenne a kispad, tehát egy ilyen 15-16 ember forgat Szabó István, és hogyha egy-egy sérülés eltiltás van, akkor ott probléma lehet. Igen. De mennyire látod ezt így? Hát azért Pista azért sikeres ennyire, mert ő már harmadik éve együtt vannak ebben háromtól. Nagyon jól ismeri az egészet, ahogy ligát, úgy a saját csapatot, és ő ebben nagyon ügyes. És azért, ameddig ők együtt vannak így, addig nincs baj. De még egyszer mondom, hogy kiveszed egyet-kettőt, és nem tudsz pótolni, és attól függ, lehet, hogy te hozod jobb játékos. De az még marad a kérdés, hogy az a jó játékos hogy fog alkalmazni az új közepén. Szóval ez egy olyan dolog, azért Pista az, hogy jó edző, nagyon fontos, hogy ismeri az egész. Hogy ki fog, hogy reagálni, mikor beteszi, kit kiveszi, az nagyon jól csinál, mert ismeri. És ez egy jó recept, hogy edzőket nem szabad cserélni hétről hétre, két vereség után. Ameddig nem, adsz valakinek a bizalmat. Odáig kérdezd meg, nyomozzál, ki milyen ember, ameddig nem adsz neki. Mikor adsz, akkor adjad neki magad. És a másik sikereit helyszíne Diós Győr azért most valójában méltatlan helyen van az NB2-ben. Szerinted idén meg lehet nekik-e a feljutás? Hát annyira most nem vagyok bent, hogy láttam, hogy jött egy fiatal edző, aki felmozgult őket, valami történt. Nézte például az MTK ellenben tévés meccs volt, ahol régóta nem láttam jobban focizni Diózsért, mint azon a meccs. Az nagyon durva volt. Az annyira volt. Teljesen lefocizták az MTK-ben, nagyon durva. Szóval szeretném, hogy így legyen, hogy minél hamarabb jöjjenek vissza, mert az a közök, az megérdemelte. Ott imádnak a focit. Akkor viszont még Diós Győr, de voltak itt érdekes edzőváltás az utóbbi időszakban. Nem tudom, a Kukmirról mi a véleményed, hiszen azért látjuk, hogy egész bizonyára azért ismeritek egymást, illetve akkor a másik kérdésem nem csak a Kukmir, mert hogy hogyan látod a fiatal magyar, illetve a szerb edzőket megemlítetted, hogy sok problémát akarnak egyszerre megoldani. Akkor a kérdésem első fele az, hogy szerinted ez a Szeged váltás Kukmir esetében ez mennyire volt szerencsés? Neki most esetleg van-e még visszaút? Illetve hogy a magyar edzőknél is tapasztaltad-e azt a fiatal magyar edzőknél, akár egy Walter, egy Horváth, Ferenc, egy Feckó Tamás, hogy ők is ezt, hogy mindent meg akartak gyorsan oldani, és ebbe picit belebuktak. Hát azt ők mit csináltak, azt nem követtem annyira. Nem szeretem semmit beszélni, amiről nem vagyok biztos. És nem foglalkozok elve, de Vukmir dolog az egy butaság volt. Az olyan hiba volt, hogy az nem tudom, hogy ő azt tudta megcsinálni, mert te elmész a csapattól szezon közben, a te meccs után, amit nyerted, mész oda, akkor megvetted. Hát azt nem tudom megmagyarázni. Ne haragudj a Vukmir se, de ez egy butaság volt, de nagyon. És akkor itt végesen nem lehet jó. Mikor ezt megcsinálsz, akkor nem várja semmi jót. Nekem ez volt akkor furcsa.
furcsa, a, mind a két részén. Főleg a Diózsér, akkor volt második a tabellán. Igen. Hát feljutó helyen álltak, amikor csináltak. Az mutatta, hogy nagy amatőrizmus volt akkor. Azt meghúzni. De azt is, mikor jöttek olyan emberek, akik döntenek, akinek nincs tapasztalata, az erő kapnak valahol mástól, nem a tudásból, meg a rutinban. Először vezetni egy klubot kell nagy tapasztalat. Erre csak mondom a Haraszti Zsolt. Mindenkinek kell felállni és leverni a falakat, hogy irányítsa egy kis klubot, aki mindig ott van. Van egy rendszer, van egy filozófia, van egy koncepció, van valami, amit látod, hogy ez oké. Okay. Az összegből, a költségvetésből, a játékos keret, csak magyar, stb. És ő ezt kezeli, ahogy csak a könyvben levegő. Szóval ilyen emberek hiányoznak volna magyar fociból. Igen, Kecskemétre kanyarodva egy kicsit még ezt így továbbíve ezt a gondolatot, hogy Haraszti Zsolt, illetve hogy ugye említetted, hogy a kapcsolatotok kezdetén még Rózsa Pali volt olyan, hogy mindig a cilinderből kihúzott valami extrát, hogyha szükséged volt rá, illetve a semmiből is meg tudott teremteni dolgokat. Most ugye Kecskeméten Dr. Filus Andor az, aki így a mindenes kicsit Szabó Pista mögött. Mit gondolsz? Szerinted Kecskeméten megvan az a hasonló, semmiből is tudunk valamit teremteni környezet, amivel tudnak építkezni a jövőben is, vagy ez inkább ilyen kifutott dolog? Hát ez egy érdekes kérdés, nem ismerem az embert. De ahogy ők idáig csinálták, azt is nagyon tisztelem. Szóval nem volt hugra-bugra, most bementünk, most hozunk 10 játékosot. Nem, ők maradták a saját szinten, hisznek ebbe, amit csinálnak, és nekem kívül nem vagyok, itt sem vagyok belül. Itt is van egy koncepció. Szóval ők hisznek abban, amit csinálnak, és én ezt tisztelem. Mert láttam a koncepciót. Nincs olyan, már majd, holnap azt. Most hozom 10-et, most 3 külföldi, most magyar, most ez hugra-bugra a döntések, az sosem nem voltak jó. Muszáj kimérni, és először tudni, mit akarunk, és mit nem akarunk. És ebből megcsinálni, amit kell. Beszéltünk a magyar, illetve a szerb labdarúgók közötti különbség, amit leginkább a mentalitásban fogalmaztál meg. A magyar, illetve a szerb edzők között mi a legnagyobb különbség szerinted? Hát itt a nagy különbség. Ne haragudjon senki, de itt nagyon nagy különbség. Itt csak azt mondom, hogy mennyi szerb edző dolgozott Európában, és mennyi magyar. Hogy ne adom én a választ, hanem ez a kérdés adja a választ. Akkor úgy kérdezem, mi a titkuk a szerb edzőknek? Hiszen tényleg akár nyugaton, de akár a távol-keleten is szeretettel alkalmazzák őket. Mit tudtok ti, amit sokan nem? Hát itt is visszakanyarodunk a mentalitásra. Magyar edző nem szereti annyira kihívás, vagy nem bírja. Ebből a kettőből van valami, a választ. Mink nem félünk, bárhol elmegyünk, és vállalunk a kihívást. Magyar edző nem szereti kockázni sokat, neki szép jó. Mikor már ebben kettőben magas a fizetések, szépen itt a felesége, itt a család, miért mennek én ide? Itt más. Ez a különbség. Mink elmegyünk bárhol. Harcolunk, akarunk, szeretünk. Magyarországon mind a focisták, úgy edzők is. Komfortzóna szép, van minden, van szép élet, jó borok, jó kaják, kocsi, ház, minden van, nincs miért harcolni annyira pluszban. Mondom nagyon, van mindig olyan kivétel. És úgy gondolod, hogy ez látszik meg a pályán, és hogy túlzottan tutisták a magyar edzők? És mindig szoktuk mi is mondani, igen. Igen, ez mint külföldi edző, vagy hát részben külföldi edző, hogy tudsz például egy magyar játékost úgymond erre a harcos mentalitásra rávezetni? Hát muszáj először megismerni. A gyenge pontot kitalálni. És akkor erre játszani.
vagy dacból, vagy valami. Mindig van valami, ahol gyenge pont. Volt nekem egy játékos, Kecskeméten, aki nem volt magyar, a Janik. Ő valahol vette ezt a jogsit, hogy tudja, mert fogalmam nem volt neki vezetni. Összetörtek három kocsit. És akkor, mikor nem volt jó, én csak kiveszem a nadrágból a kocsi kulcsot. Mester, ne! Mikor rúgsz két gól, akkor kapsz össze. Például. Szóval ezt csak mondom, mint egy példa, hogy mindenkinek van valami gyenge pont. Tehát itt valahol azért súroljuk a pedagógus, a pszichológus, illetve az edző. Tehát, hogy te mennyire tartod magad közvetlen edzőnek? Tehát te inkább a közvetlen vagy, mert sok edző esetében halljuk, hogy nagyon távolság, tartó, nem barátkozik a játékosokkal. Szerinted mennyire szerencsés túl közel engedni magamhoz egy játékos? Hát, nem nő a fejedre? Hát itt is kell önbizalom, hogy mire építed a tekintet. Ha rúgsz az ajtóba, meg kiabálsz, meg káromkodsz, az meg nem jelent, hogy a játékos fog respektálni téged. Én mindig építettem a tudást, és nekem nem volt gond sehol. Először a játékos kell, hogy elismerik, hogy én tudom, miről beszél, vagy értem a szakmát, és akkor nekem semmi baj, mai világ. Neked, hogy 20 év ezelőtt volt az a mérges vagy, és akkor te játszasz nagy gyereket, hogy félnek tőlem, az múlt, lába nincs olyan már. És azt gondolom, hogy ez normális beszélgetés, de visszatérve tekintet kell építeni a tudásra, nem a másik oldalra. És akkor ülhetünk mind három órát. De mikor kimegyünk, akkor te csinálsz a tédolgot, azt, amit én mondtam. Ha nem, akkor mész. Beszélj. És szerinted, akinek nincs jelentős játékos múltja, mint mondjuk nem neked, hanem egy másik edzőnek, ő el tudja magát adni egy akár bármilyen öltözőben? Tudják tisztelni a játékosok? Hát pont ez, amit most előtt beszéltem, ha elmegy egy Tuchel, elment a Chelsea-be. Tuchel nem volt valami csoda játékos, de sikeres. Megtalálta az utat, hogy játékos hiszi neki, mert ő megmutatta, hogy ő tudja, hogy azt, amit csinál, játékos elfogadta, és jöttek az eredmények. És akkor a te tekintet nincs semmi gond. Szóval a nagy játékosok mindig könnyebb szerezni, de az csak elején. Az csak első 10 nap. De voltak nagy játékosok, aki próbáltak edzők lenni, pedig nem sikerült. És fordítva. Szóval tudás, és hogy játékos hiszi neki. Most te mondasz nekik, hogy neki megy az ablakon, és ő nem kérdezi miért, hanem neki megy, és utána miért kellett? Aztán erről van szó. És ezt csinálja a siker. Oké, vannak a prémiumok, meg mit tudom én pluszban, amit motivál a játékosokat, de edző tekintélyül nem létezik. És nem a lényeg, hogy volt játékos, vagy nem jó volt játékos. Persze, még egyszer mondom, hogy aki volt játékos, neki könnyebb. Ha ezt a másik részet is csinálja, mint Guardiola. Köszönjük! Egy záró kérdés meg, ha jól tudjuk, akkor a Szeged-Diósgyőr meccsre mész majd. Igen. Sűrűn kapsz Diósgyőrbe meghívást meccsekre? Hát ezt most fordítva, ez nem Diósgyőrből hívták, hanem szegedi edző, ő páncsevai gyerek. És volt egy eladás, most voltunk együtt, és így beszéltünk, és ő meghívta.